November végén indult ez a nyomozás, azzal, hogy Budapesten intézkedés alá vontunk egy fehér BMW-t, amelyről néhány órán belül kiderült, hogy nem sokkal azelőtt tulajdonították el Bécs, Ausztria egyik külvárosi részéről. Egy nagyértékű gépjárművet találtunk benne az elkövetővel, és két elkövetőt vettünk akkor november végén hajnali órákban Budapesten őrizetbe, akik azóta is előzetes letartóztatásban vannak. A megindított nyomozás adatai, házkutatások eredménye kapcsán jutottunk el még másik két olyan gépjárműhöz, amelyet szintén Ausztriából tulajdonítottak el ugyanezek az elkövetők a november hónap végét megelőző időszakban. A nyomozás egyelőre olyan szakaszban van, hogy ezeknek a járműveknek a szakértői vizsgálata megtörtént, kiadhatóvá váltak a jogos tulajdonosaik részére, és úgy döntöttünk, hogy nem húzzuk tovább ezt az időt, és a jogos tulajdonosokat kiértesítettük, akik osztrák állampolgárok, és visszaadjuk nekik a tőlük eltulajdonított járműveket. A három jármű együtt körülbelül 20-25 ezer euró értéket képvisel. Dolgozik a nyomozócsoport rajta és az egész megyei bűnügyi igazgatóság. Reményeink szerint lesznek további gyanúsítottak és további megtalált Ausztriából és esetleg Magyarországról területén eltulajdonított járművek is. Én azt mondom, hogy nagyon hatékony és nagyon baráti, kollegális viszony alakult ki az osztrák kollégákkal. Nagyon sok információt kaptunk tőlük a nemzetközi bűnügyi együttműködés kapcsán, keretében, és mi is átadtuk az ő részükre azokat az információkat, amelyeket egyrészt a jogszabályok lehetővé tesznek, másrészt pedig indokolt, hogy az osztrák rendőrök is saját területükön küzdjenek a gépjármű bűnözés ellen. Nagyon kiváló együttműködés alakult ki az osztrák kollégákkal.